Azért találom fontosnak a Ketkem rendezvényt, mert a digitális technika fejlődésével a fogászat eszköztára teljes mértékben átalakul, és ezek az új eszközök, eljárások, megoldások teljesen új típusú tudást követelnek a fogorvosoktól és a fogtechnikusoktól is, és fontos, hogy ezt a tudást el tudjuk sajátítani, közösen meg tudjuk szerezni. Ugyanúgy, ahogy az élet minden területén, a fogászatban is a digitális technikáé a jövő, és előbb-utóbb az intraorális lenyomatvételre alkalmazott szkennerek is át fogják venni a lenyomatanyagok helyét, de ha jobban meggondoljuk, a rugalmas lenyomatanyagok közül az első 1937-ben jelent meg, 77 éve tökéletesítjük a mindennapos gyakorlatban használt módszerünket, úgyhogy ehhez képest elég hosszú időnek kell még eltelnie, amíg az intraorális szkennerek is ugyanilyen rutinszerűen alkalmazhatóvá válnak a mindennapokban.